Hősök, kik a nagyvilágban szétszórtan nyugszotok, kikkel golyó végzett, vagy sebeztek véres szuronyok, kike hazáért a legdrágább kincset adtátok, megteremtve az utókor számára a szabadságot, kiket várt a géppuska és a hideg lövészárok, kik elhagytatok otthont, anyát és családot. Sírotok lett a vértől pirosló néma csatatér, akiket sokáig vártak, mert hitték, hogy hazatér. Hősök, kik kérés nélkül tették a dolgukat, ajkukon elhalt a szó, és félbe maradt a mozdulat. Elmentek délcegen, szeretteik képe szívükbe rejtve, most békésen alusznak, egyszerű sírokba temetve. Már pihennek ők, a hős halhatatlanok, felettük az örök dicsőség fénye felragyog. Távoli temetők elringatják korladó csontjukat. Tiszteld a helyet, ne bolygasd meg nyugalmukat. Ne érjen el hozzájuk bánat, jajgatás, panasz. Hantjukon virágot fakasszon minden éledő tavasz. Könnyet is csak titkon ejtsünk a magyar hősökért, álmukat meg ne zavarja földi szenvedély. Hideg márványba vésett nevek ezrei, bátor hőseit a nemzet nem feledheti. Nékik, kik lelkesen indultak meghalni érte, áldassék nevük, és adassék Isten dicsősége. Az oltáros szavaival szeretném kezdeni. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedéke. Akkor is és ma is. És egyedül az Isten, ami hajlékunk. Uram, te egy olyan Istenünk vagy, aki velünk élő és velünk lévő Isten vagy. És itt vagy most is velünk. Amikor azokra emlékezünk, akik életüket adták hazájukért, nemzetükért. Azokra, akik áldozatai lettek a harcmezőnek, és azokra is emlékezünk, akik itt maradtak sajgó, fájó szívvel. És itt vagyunk most mi. És meghajtott fejjel, kifejezzük a mi hálánkat és tiszteletünket hőseinknek, de Urunk, egyedül legfőképp neked. Mert te a kezedben tartod életünket és nemzetünk sorsát. Egyedül benned bízhatunk, egyedül rád bízhatjuk magunkat, jövőnket és életünket. Te velünk lévő, velünk élő Isten vagy. Istenünk, kérünk, maradj velünk, őrizd meg bennünket most és mindenkor. Amen. Azért jöttünk ma össze, emlékezzünk és köszönetet mondjunk a magyarság és Magyarország hőseinek. Azoknak, akik az elmúlt évezredekben, évszázadokban, akár az életük állam is védték Magyarországot. A számba szeretnénk venni őket, nagyon sokan vannak. Ismert és ismeretlen hősök. Fájóan sokan vannak, ami megmutatja hányatott sorsát népünknek, és mutatja a kultúránk erősségét, a megmaradás vágyát. Minden évszázadban volt valaki, vagy valakik, akik meghódították volna ezt a földet,
akiknek a Kárpát-medence birtoklása, meghódítása volt a célja. És az nem véletlen. A világ egy csodálatos szeglete a miénk. Számos hősünk van, akikről nem maradt fent írásos emlék. Visszatérő motívum a történelmünknek, a múltat végképp eltörölni szándékozók megjelenése és a hősök aktuális politikai hasznosságuktól függő megítélése. Feltehetnénk tehát a kérdést. Mi köt minket a hőseinkhez? Elsődlegesen az, hogy az ő tevékenységüknek köszönhetően lehetünk itt. Hogy fennmaradt az országunk, hogy megmaradtak a magyar kultúra elemei, hogy megvolt és megvan a közös célunk. És ez az, ami köt hozzájuk az időn át. További szoros kötelék a városunk. A világháború külsejéről beszélünk, sok fejük az ő nyomaikat láttuk még. A mögöttem látható oszlopokon azon hősök nevei olvashatók, akik a városunkban éltek. Ezekben a templomokban, ezeken az utcákon, ezek alatt a fák alatt jártak. Talán még vannak olyan házak, épületek is városunkban, melyet ők építettek. Olyan pincék, ahol 44 karácsonyán nők és gyermekek kuporogva válták a bombázásaikat. Bizonyára sokan vannak közülünk, akik mai napig meg tudják mutatni, hogy nagyapáink, dédapáink hol haltak meg a háború alatt, de pont ez az érintettség teszi értékessé a földet. Azt a földet, ahol élünk, ahol gyermekeink és unokáink is élni fognak. Időnként felmerül a kérdés. Mindenkinek hősnek kell lennie? Nem, nem kell. Ha a társadalmat egy nyílveszőhöz hasonlítanám, úgy határoznám meg, hogy a hősök a nyílhegye, a hideg acél, mely átjut az ellenség páncélján, húst és csontot szakítva megáll, és soha többé nem jön ki. Végzetes sebetejt, és ha nem is rögtön, de idővel elveszelti áldozatát. A hasonlatot folytatva, a veszőteste a nép, az egyszerű ember, aki csak élni akar, aki a tömeget képezi, és a hegy által vezetve halad, az egyszerű ember, aki a fáradhatatlanságával, időnként konokságával viszi tovább az eszméjét, a hitét, a kultúráját, aki elrejtve, rejtőzködve, őseit nem felejtve.